Hagyományteremtő céllal oktató-hallgató bulit rendeztek a Pécsi Tudományegyetem Íj és Gyula karán Szekszárdon. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a kar oktatóit és hallgatóit. Az első oktató-hallgató bulit rendezzük meg, és az a célunk, hogy így a vizsgaidőszak végén, a farsang elmúltával egy nagyon jó fergeteges buliban érezzék jól magunkat, hogy a hallgatók is lássák, hogy az oktatók is emberből vannak, hogy ne csak a katedrán találkozzunk egymással, és az osztálytermekben találkozzunk egymással, hanem tudjunk közösen jól szórakozni. Az est középpontjában a tehetséges hallgatók zenekara, azaz a THZ állt. A főként a kar hallgatóiból álló együttes egy órás koncerttel mutatkozott be. Az este témájához illeszkedve retro dalokkal kedveskedtek a közönségnek, de összességében változatos a csapat palettája. Azt gondolom, igyekszünk nagyon egyénien hangszerelni. Szerintem óriási nagy előnye a zenekarnak a vokál. Tehát, hogy rendkívül jó hangú hallgatók énekelnek benne, és elég sokan vagyunk. Úgyhogy minden, hát most a ma este ott, itt most egy kicsit a retro világába mentünk el, úgyhogy jönnek a 60-as, 70-es évek zenéi. A társaság szeptember óta zenél ez alatt a név alatt. Az elmúlt években számos változáson ment keresztül. 6 és 8 fővel kezdtük ezt, és most vagyunk 18-an, és hát sok a újonnan jelentkező is, és hát persze nyitott a csoport. Azt gondolom, hogy szép dolog megtanulni azt is, hogy hogyan lehet közösségben dolgozni, és azt kell mondjam, hogy ez most már valóban egy igen jól összetartó közösség. A közönség szeretettel fogadta a zenekart, amely megalapozta az este hangulatát, ezzel hálálva meg a támogatást.